Egyedi dekorációs rajzok díszítik a Labor Café új helyiségét. 2019. novemberében költöztek új helyszínre, akkor azonban még csak a belső tér állt a rendelkezésükre. Mire azt teljesen belakták és megtöltötték volna élettel, márciusban közbeszólt a koronavírus járvány. A Labor közösségre jellemző lendület azonban nem hagyott alább, ezt az időszakot is hasznosan töltötték. Adományokat gyűjtöttek így több százezer forintból digitális eszközöket, 15 darab táblagépet és 3 laptopot vásároltak, és juttattak el azokhoz, akiknek problémát jelentette a digitális oktatásba való bekapcsolódás. Emellett a saját projektjeikről sem feledkeztek el, a főbérlő az adománykávézó rendelkezésére bocsátotta a garázs beállóját. Közösségi összefogással létrehoztuk azt a milliót, amit itt megtapasztalhat, aki ide látogat. Rengetegen, itt is rengetegen mozdultak meg, hogy minél hangulatosabb legyen pénzadománya, a kétkezi munkával többen segítettek, és hát ez úgy gondolom, hogy a nyári szezonban különösen hangulatos színfoltja lehet a városnak, különösen akkor, hogyha a nyári estéken mondjuk esetleg egy zápor is meglepne minket, kint vagyunk, de mégis bent, mert fedett helyen vagyunk, de mégis a szabadban. Nagyon szerettünk volna közvetlen kapcsolatot a városlakókkal a közösségi terünkben, úgyhogy ez nekünk egy különleges plusz láthatóságot ad, hogy a nagy kitárt kapuval az elsétálók egy kicsit bekapcsolódhatnak. Az átalakulás minimális volt, az eredmény viszont hűen tükrözi a Labor Caféra jellemző stílust és színvilágot. A helység szombaton átesett az első teszten, és a visszajelzések alapján nagyon jól szerepelt, ezért már tervezik a következő programokat. Az első programunk nagyon stílusosan egy karanténsirató program volt, a Szüret utca zenés rendezvényével, tehát ők szolgáltatták a rendkívül színvonalas háttérzenét. Ahhoz az első nagy találkozáshoz, ami nagyon sokaknak élmény volt ezután a hosszú elszeparált időszak után, úgyhogy a másfél méter betartásával ugyan, de nagyon-nagyon örültünk egymásnak mindannyian, hogy végre megint találkozhatunk. A következő zenés rendezvény július 3-án lesz, akkor Pila és barátai koncerteznek majd. Addig a Csocsó asztal és a Benti tér várja a látogatókat. Ráadásul egy újítást is bevezettek, már lehetőség van társasjáték kölcsönzésre is a Labor Caféban.